Esélyesként érkeztek a keleti csoport utolsó helyén álló MAFC 23-as csapatához a nyíregyháziak, akik érvényesítették is a papírformát. Az első negyedet 26-17-re nyerték a kék cápák, a második 10 perc 14-14-es döntetlennel zárult. A fordulás után sem változott a játék képe, a Blue Sharks a harmadik negyedben 11 pontot tett hozzá előnyéhez, majd a záró szakaszt is megnyerve 22 pontos sikerrel zárták a találkozót a nyíregyháziak. Az első pillanattól kezdve vezettünk, néhány olyan szituációval azért megnehezítettük a saját dolgunkat, amit magunknak alakítottunk ki. Még könnyebb lehetett volna a találkozó, hogyha a palánk alatti helyzeteket, zicsereket befejezzük megfelelőképpen, de ahogyan már azt korábban is mondtam, a fiatal csapatnak az a jellemzője, hogy hullámzó teljesítmény nyújt, és pozitív, extra dolgok után sajnos negatívumban is extra dolgok jönnek, és ez sajnos a mérkőzésen néha látszódott. De azt hiszem, hogy a végén a 20 pontos különbség azért mindenképpen megmutatta, hogy mi voltunk a jobb csapat, és idegenben is megérdemelten nyertünk. A nyíregyháziak közül 22 pontjával Nagy Krisztián bizonyult a legeredményesebbnek, Busz Iván pedig 15 gólpasszal szolgálta ki társait. A gólpasszhoz kell az, hogy be is fejezzék a társak. Jól mozgattam a csapatot, úgy érzem, voltak nagyon jó passzaim, de voltak olyan passzok is igazából, aminek a befejezés volt a nehezebb része. Úgyhogy kiszolgáltam társakat, de ők pedig meghálálták, úgyhogy elégedett lehetek. A keleti csoport tabelláját 7 győzelemmel és egy vereséggel a Miskolc vezeti, megelőzve a 6-1-es mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 5 győzelemmel és 3 vereséggel a harmadik a tabellán. A bajnokságban hosszabb szünet következik, viszont a HEP kupában december 3-án a Baját fogadják majd a kék cápák. Természetesen nem számíthatok másra hazai pályán, mint hogy kivívjuk a továbbjutást. Szeretnénk minél tovább jutni a HEP kupában, és a Baja annak ellenére, hogy nagy múlttal rendelkezik, most nem tartozik a legerősebb csapatok közé, és hazai pályán mindenképpen győznünk kell, és tovább kell jutnunk. Nagyon örülök egyébként ennek a mérkőzésnek, és annak is, hogy a sorsolás így alakult, hiszen már elmondtam korábban, hogy karácsonyig nem játszottunk volna hazai mérkőzést a csarnokunkban, és szerencsére ez a kupa meccs, ez úgy alakult, hogy itthon tudunk játszani. A nyíregyháziak szerdán Tiszaújvárosban játszanak edzőmeccset, a csapat fiataljai pedig még a Diákolimpia megyei döntőjében, valamint a junior bajnokságban lépnek pályára a következő tétmérkőzésig.